Angol nyelvű dokumentumfilm készül Slachta Margitról, aki a vészkorszak idején nem csak embereket mentett, de Magyarország szerte kurzusokat szervezett, hogy a keresztény értékrend közvetítésével ellensúlyozza a hitleri propagandát. A film rendezője George Paul Csicseri az ATV-nek azt mondta, szeretné elterjeszteni a világban Slachta Margit hírét. 3 éves korom óta Amerikában élek, és filmeket csinálok, többnyire dokumentumfilmeket. Van egy ismerősem, aki 15 évvel ezelőtt megkérdezte, hogy mivel foglalkozok, és mondtam, hogy olvastam a Slachta Margitról, aki alapította egy apáccal rendet a 20-as években Magyarországon, elterjesztette Amerikába, Erdélybe, Szlovákiában, és 38-ban az egész rend átrendeződött a zsidómentéssel és a zsidómentési kérdésekkel, és ezt a Slachta Margitot én 7-8 éves koromban találkoztam is vele a Buffalo, New Yorkban. In early January, a group of people from the Jewish house where my parents were taken down to the banks of the Danube River in Budapest. Thousands of Jews were lined up and they were shot in the river. A barátom, a neve az, hogy Somogyi Marika, szobrászművésznő, kicsit idősebb, mint én, azt mondta, hát ez tényleg érdekes, mert őt is a Slachta Margit mentette, az ő életét is a Slachta Margit mentette meg, hiszen 8 éves korában a zsidó szülei átadták ezeknek az apácáknak Budapesten ezt a kislány, 8 éves kislány, hogy őrizze meg őt, adjanak neki hamis igazolványokat, és ezt meg is tette, hát akkor ebből kénytelen voltam megindítani a filmet. Already in 1942, she proclaimed against Nazism. She created a so-called credo in which she says no government has absolute power over individuals on the basis of race or faith. No discrimination or distinction can be made because all of us are children of God with equal dignity and equal value before God. Nagyon fontos, hogy ezt a szemét, ezt a Slachta Margitot, akit valamennyire ismernek Magyarországon, a világon sehol máshol, nem ismerik, hogy ezt a angolul beszélő filmbe valahogy elterjeszteni ennek a hírét, hogy ilyen is volt.